Sziasztok, örülök, hogy itt vagytok velem. Ez a szüléssel, gyermekáldással, várandósággal kapcsolatos kérdezfelelek videónak a második része. Instagramon kérdeztelek benneteket, és szuper kérdéseket küldtetek, illetve anonim is lehetett kérdezni. Úgyhogy, ha nem láttad az első részt, akkor be fogom tenni a linkjét a leírásba, ott megtekintheted. És most tovább megyünk a kérdésekkel, és remélem, hogy sikerül fölvennem ezt a videót, mert most már tényleg úgy látom, hogy ébredezik Naomi, de hát ha ez még belefér. Úgyhogy szerintem vágjunk is bele. Melyek voltak azok az indokok, amelyek meggyőztek a vízben szülés felől? Mi volt a legvonzóbb? A, az egyik az a fájdalomcsillapító hatása, mert ö, ö, aki látta azt a szüléstörténetes videót, nekem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nekem rossz. Ö, élmény volt az első szülés, így, így a fájdalom tűrésem szempontjából, és, és ugye nálunk abban a kórházban, ahol szültem, ott nem lehetett epidurálist kérni, nagyon természetességpártiak, úgyhogy úgy voltam vele, hogy hát akkor már valami, amit lehet választani a vízben szülés, vagy a kádban vagy udás, az egy, az egy jó lehetőség lehet, és, és tényleg így a, így a vajudásnál nagyon-nagyon ő, ő sokat segített. Én úgy érzem. fájdalomcsillapítás szempontjából. A másik indok pedig a, a gátvédelemnek az elérése, ami ugye nem tökéletesen valósult meg, mert. mert mert nem sikerült tökéletesen a gátvédelem, de legalább gátmetszésem nem volt, és szerintem így is segített. A... Azt mondják, hogy a víznek így a felhajtó ereje, az, hogy nem ágyon fekszel, és a gravitáció nagyon erősen hat, az, az annak gátvédő hatása van, úgyhogy ez a kettő volt a legvonzóbb leg, leg tulajdonsága a vízben szülésnek. Spirituálisan milyen élmény volt a szülés? Hát erre nehéz válaszolnom, mert megmondom őszintén, hogy persze volt egy, vagy, vagy van szülésnél, vagy nekem is volt egyfajta ilyen átlényegülés, de az az, az leginkább olyan jellegű, hogy, hogy én úgy érzem, vagy én azt gondolom, hogy annyira, annyira erős befelé figyelést, meg koncentrálást igényel a szülés, és főleg a, ott a kitolás, hogy hogy emiatt az ember tehát valahogy egy más más állapotba kerül így szülésnél. Azt gondolom, hogy így a, a fájdalom viseléséhez is nagyon hozzájárul ez a, ez a módosult tudatállapot, tehát hogy ez egy szükséges dolog. Illetve az, hogy ez egy annyira annyira naturális dolog, vagy nem, nem, nem is tudom, hogy hogy fogalmazzak, tehát hogy hogy alapvetően az ember abszolút nem érzi ö, komfortosan magát, mondjuk full meztelenül. Hát nem vadidegenek, de azért sokszor, hogyha valaki ügyeletben szül, akkor vadidegenek előtt. Tehát, hogy ez egy annyira nem mindennapi helyzet, hogy te ott vagy azért kiszolgáltatottan, igenis, teljesen meztelenül, és mindez baromira nem érdekelt téged. Ott vagy egy olyan helyzetben, hogy. Ö, felnőtt ember vagyis és igenis benne van a pakliban, mert ez sok szülésnél így van, hogy az ember oda csinál minden tekintetben, tehát hogy, hogy ez egy olyan naturális, kiszolgáltatott helyzet, hogy, és, és, mindez nem érdekli, mert, mert nem ez számít, meg, meg, ott nem erre tud gondolni, hogy azt gondolom, hogy ilyen szempontból igenis egy, egy, egy módosult tudatállapot az, ami, ami szükséges a szüléshez, és azt hiszem, hogy én is ebben voltam mindkét szülésem alkalmával, viszont, viszont úgy nem tudom, tehát, tehát amúgy nem volt nekem egy ilyen transzcendens élmény, tehát, vagy nem, nem is tudom. Nehéz erre válaszolni, mondom. Ha, ha meg úgy az, hogy lelkileg milyen volt, vagy ez is egy picit ide kapcsolódik, akkor, akkor így ez kell, hogy mondjam, hogy, hogy ez a szülés ugye egy sokkal nyugodtabb környezetben telt, egy sokkal nem is tudom, olyan türelmesebb közegben, vagy nem is, nem is tudom, vagy én úgy éreztem, hogy sokkal nyugodtabb, sokkal türelmesebb közegben telt, így, így lelkileg, lelkileg, ilyen szempontból sokkal jobb volt. Meg, meg az, hogy persze amúgy baromira féltem a fájdalomtól, emlékszem, hogy ezt így ismételgettem is, hogy nagyon félek, nagyon félek. Ö, ugyanakkor viszont ö, egy ilyen nagy békesség volt, mert hogy így ellenőrizték dopplerrel a baba szívhangját, meg mindig így mondták, hogy minden nagyon szépen halad, meg nagyon sokat dicsértek, hogy milyen, milyen jól tűröm, milyen ügyes vagyok, és akkor ez így mind, mind hatott a lelkemre, úgyhogy spirituálisan jó élmény volt a szülés, akkor így lezárom. Könnyebb vagy nehezebb a gyermekágy eddig ahhoz képest, amire Balázs után számítottál? Hát sokkal könnyebb mind fizikai felépülésben sokkal könnyebb, mind lelkileg. Azért azt hozzá kell tennem, hogy a gyermekágyas időszak az nem telt Balázsral olyan szempontból sem egyszerűen, hogy három hetes volt, amikor, vagy két hetes, két vagy három hetes volt, három, <laughs> amikor, amikor a kardiológiára menve abszolút nem jó híreket kaptunk, pontban négy hetes volt, amikor őt megműtötték, és ez tényleg egy életmentő szívműtét volt. Tehát igazából nehéz összehasonlítani, mert hogy a gyermekágy egy jó részét igazából nem itthon ágyban párnak közt töltöttem, hanem kihúzható ágyon a kórházban a kisfiam mellett egyáltalán nem egy nyugodt állapotban. Úgyhogy úgy, ilyen szempontból sem összehasonl, vagy hát összehasonlítható a dolog, de hogy ég és föld a különbség, akkor így kell, hogy mondjam. Boti, hogy élte meg ezt a második szülést? Mi is beszélgettünk erről, és ő neki is alapvetően nagyon jó élmény volt ez a szülés. De tudjátok mit? Kérdezzük meg őt. Boti, mondja. Hogy élted meg a szülést most a Naomi születésén? Jó, nagyon. Ez egy elég gyors szülés volt, és én is jobban részt tudtam benne venni. meg nem éreztem azt, hogy csak ott állok, és ott vagyok, és nincs semmi hasznom, hanem itt azért egyrészt mivel gyorsan mentek, másrészt mivel kádban szültél, sokkal több sok hasznosabb tudtam ott lenni, tudtam segíteni a kádban szülésnél, tartani téged. Meg, meg a vajudásnál is meg a vajudásnál is, igen. És nagyon szimpatikus volt a szülésznő, és az orvos is, úgyhogy doktornő is, úgyhogy nekem ez úgy úgy élvezetes volt. <laughs> a mellett, hogy láttalak téged, hogy, hogy te azért neked úgy nagyon kemény, meg úgy sokat szemed, azért azt úgy nehéz. Nehéz nézni, meg látni, meg úgy szívesen segítenék, hogy ne fáj de nem tudom. Szóval, ja, meg hát az volt, hogy sokkal jobban ráláttam láttam, ugye a, a, a szülésre is, ott, hogy jön a baba, láttam, amikor már ott van kint a fej, és azon gondolkoztam, hogy hogy fog itt kiférni egy gyerek. Tehát láttam, hogy jön valami buksi, de hát ez nagyon nincsen ott neki hely. De aztán végül valahogy úgy megjelent is, és, és, és kijött. És aztán jó volt látni, hogy minden rendben van vele, és harodba tudtad fogni. Jól nézhetek ki, nagyon Köszönöm, drága. Talán nem teljesen témába illő, de a névválasztás hogyan történt nálatok a két gyereknél? Szerintem témába illő végül is. Különbözőféleképpen. Tehát úgy volt, hogy a hogy, hogy fiú nevünk nem volt így évekkel korábbról, hogy na majd, ha lesz egy fiunk, akkor ő Balázs lesz, hanem, hanem amikor kiderült, hogy fiút várunk, akkor, akkor, akkor eléggé így belevetettük magunkat, tehát még így néztük is az utónév szótárat, vagy nem tudom, telefonon néztük a listát, és akkor így, így beszélgettünk, hogy kinek mi tetszik, és az az igazság, hogy egyébként bár nekem amúgy tetszik a Balázs név, és most már nagyon örülök, hogy Balázs, de de én még az utolsó pillanatig így, így Bottinak felhoztam egy-két másik nevet, ami, ami nekem nagyon tetszik. De addigra annyira sokat így úgy gondoltunk rá, hogy ő valószínűleg Balázs lesz, hogy a Botti mondta, hogy Á, neki nem, neki legjobban a Balázs tetszik, és, és ő most már Balázs szerinte, úgyhogy bár így nem volt ez egy nagyon határozott döntés, hogy ő mindenképp Balázs lesz, de de, de valahogy így ez volt a közös pont, ez a név, ami mindkettőnknek így igazából nagyon tetszett, meg tetszett, hogy alliterál a Bugovicsal, úgyhogy úgymond Balázs maradt így a, a várandóságban, a még nem végleges döntésből végül is Balázs maradt. A Naomi az egy kicsit más, mert a Naomi nekem mindig is így a kedvenc neveim között volt. Nem mondom, hogy mindig azt gondoltam, hogy ha lesz egy kislányom, akkor azt tudja, hogy ő tudja, hogy Naomi lesz, de de azért nekem mindig is nagyon tetszett ez a név, és, és fölvetettem Bottinak, és, és neki is nagyon tetszett. És akkor az, az, már sokkal egyértelműbb volt már így az egész várandóság alatt, mikor biztosak voltunk benne, vagy tudtuk, hogy lány lesz, akkor, akkor őt már sokkal inkább mertem én is így a nevén szólítani, nem úgy, mint Balázsnál, akinél én ezt még így a szülésig föntartottam ezt a lehetőséget, hogy de ő lehet, hogy nem Balázs lesz, de aztán Balázs lett. Úgyhogy így semmi extra, igazából az alapján választottuk, hogy, hogy így tett, tetszettek ezek a nevek. Sikerült egy ágyasba kerülnöd? Milyen volt a kórházban? Jobb. Nagyon gratulálok a picihez. Köszi szépen. Hogy jobb volt-e? Igen, mert hogy az első szülésnél nagyon-nagyon-nagyon nehezen éltem meg a kórházi napokat. annyira teltház volt a kórházban, és egyébként még mindig az van, hogy, hogy szülés után közvetlenül én a császáros őrzőbe kerültem, ám bár nem császárral szültem, de annyira nem tudtak hova rakni. Első éjszaka ott voltam, az gyakorlatilag egy négy ágyas szoba volt egyébként, és akkor másnap átkerült, átkerültem egy ágyasba, mert hogy valaki hazament, és bár az ágy ott nem volt állítható, és kevésbé volt kényelmes maga az ágy, minden más Annyival szuperebb volt az, hogy van külön fürdőszoba, meg ami a, nekem a legtöbbet számított, hogy, hogy egyedül voltam és hogy tudtam pihenni. Tehát volt, hogy így is elhallatszódott oda a többi szobából a babák sírása, de be tudtam zárni az ajtót. És én mindig bezártam az ajtót, és ez a nyugi, ez nekem mindennel felért. Tehát nem azt mondom, hogy életem éjszakáit ott a kórházban aludtam, mert nyilvánvalóan nem, de hogy hogy, hogy az, hogy minden, szerintem minden éjszaka egy-két-három órát tudtam aludni, ez rengeteget számított így, így szülés után, úgyhogy összehasonlíthatatlanul jobban teltek a kórházi napok. Igaz, hogy a kislányok sokkal nyugodtabbak, mint a fiúk? Nem tudom. Tényleg nem tudom. Szerintem ez inkább ő, temperamentum, személyiség kérdése, és még, még a saját gyerekeimnél csak egy-egy van, szóval olyan, annyira nem nagy a minta, ami alapján a kutatásaimat végzem, de még, még, még a saját két gyerekemnél se tudom ezt megmondani. Azért sem, mert ugye Balázsnál a, az aorta szűkület, és annak a hatása, hogy, hogy, hogy iszonyat alusszékony volt, nem tudott tenni, nem gyarapodott, stb. Ezek nyilvánvalóan nagyon kihagytak, vagy kihatottak a, a nyugalomra, ha fogalmazhatunk így. Úgyhogy, úgyhogy, ebben erre, erre nem tudok válaszolni igazából de szerintem amúgy ez inkább temperamentum függő, nem annyira nem függő. Szia Rahel! Számomra nagy kérdés a fürdő takarítása baba mellett. Férjem egész nap dolgozik, így nonstop anyuka vagyok, ami nagyon jó, viszont a babóka mellett nyilván nem kezdek el vegyszerezni. Alvás időben meg fel kellene a hangzavarra. Annyira nem tudom távol tenni a fürdőtől, hogy ez lehetséges legyen, még alszik. Neked mi a tapasztalatod? Utóirat, nagyon örülök a kis Naominak. Az én négy hónapos kislányom neve Ráhel. Minden jót nektek szívé! Köszi szépen! És, és én meggratulálok a kis Ráhelhez. Az mindig olyan különleges, mikor az ember a saját nevét látja, hogy mást is hívnak így, vagy lehet, hogy nekem, mert hogy aránylag ritka a nevem, és annyira azért nem ismerek sok Ráhelt. Um, fürdőtakarítása, most próbálok visszaemlékezni, hogy Balázs, amikor ennyire kicsi volt, mert ugye egy négy hónapos, hát igen, nem tudom, mert én, mert én a alvásidőben takarítottam, amikor ennyi idős volt, most, hogy meg már nagyobb, most nem alvásidőben takarítok, viszont most már megérti, hogy te is takaríthatsz, te is segíthetsz, de egy rongyot adok a kezébe, és amíg én domesztoszozom a vécét, addig addig a WC-hez ő konkrétan nem jöhet, de a kádat törölgetheti. Vagy ér. tehát, hogy, hogy, később szerintem ez, ez egyszerűbb lesz. Szia! Második várandóság után mit javasolnál, hogy készüljön fel a várandóságra, anyaságra, aki az első előtt áll? Testileg, lelkileg milyen könyveket javasolsz, stb. Hát a könyvek... Öm, van egy szuper könyv, direkt ide kikerestem most már, Inami Gaskin, Gaskin, nem tudom, öm, Útmutató a szüléshez ez a címe. Egyébként van egy videóm még két évvel ezelőttről, ahol így a várandósággal kapcsolatos hát ilyen tip tipjeimet osztom meg veled, vagy veletek azt is, ha nem felejtem el, le fogom tenni az infoboxba. Szerintem azt nézd meg, mert mert ott biztos, hogy beszélek erről a könyvről, és részletesebben is, úgyhogy, úgyhogy ezt a könyvet, ezt az Útmutató a szüléshez című könyvet, ezt mindenképpen tudom javasolni, nekem ez sokat segített, nagyon informatív. Szerintem érdemes kismamatornát csinálni, hogyha amúgy is már az első trimester az mondjuk elég nehéz, ezt nyilván érzékeled, vagy, vagy valószínűleg érzékeled, hogy nagyon fáradékony lehet ilyenkor a kismama, de hogyha érzed, hogy fáj a derekad, nekem nagyon sokat fájt a a, a hátam, vagy a keresztcsontom, ha érzed, hogy fáj a derekad, vagy ilyesmi, akkor szerintem érdemes elébe menni egy kis kismamatornával, hogyha, hogyha van erre időd és kapacitásod, amennyi jó lesik, hogy jó erőben maradj, is a szülésre is... Ö, picit így, így készítsd magad. Ö, én a gátizom tornát is tudom javasolni, hogyha, hogyha természetes szülésre készülsz, ö, akkor vi, vitamint nyilvánvalóan érdemes szedni, illetve ami, 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 még inkább, így a vitaminokon túl, az a forsav, ezt már a dékányágnes a, szül, a szülniócsatornán, aki készíti a a videókat, ő egy szülésznőgyógyász, nagyon szuper videói vannak. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor azt is ajánlom, tehát a Szülni Jó YouTube csatornát mindenképpen érdemes felkeresni. Nagyon-nagyon informatív videók vannak ott, úgyhogy, úgyhogy, őt, őt így elsők között ajánlom. De hogy ő beszél arról, hogy a forsavnak milyen jelentősége van, és főleg egyébként a várandóság előtti Három hónapban, tehát már azt babatervezéskor vagy azt megelőző egy-két hónapban érdemes elkezdeni szedni. Úgyhogy a, a forsavat az első trimeszterben nagyon javaslom. Öhm, magnézium, va vaspótlásra érdemes figyelni, hogyha, hogyha öhm, vérszegény vagy főleg, de ezt nyilván kimutatja a, a vérvétel táplálkozásra. Nem is tudom, most így hirtelen ezek, ö, ezek jutnak eszembe lelkileg. Nekem nagyon sokat segített, hogy beszélgettem ö, már anyukákkal, illetve nekem az, az ilyen videók, vagy nem, nem pont ez, de de a szüléstörténetes videók, ö, szülésélmények nagyon sokat segítettek, ö, vagyis nekem jó volt ilyenekkel hangolódnom a várandóságra. Úgyhogy így, így ezek jutottak most hirtelen eszembe. Miben érzed nehezebbnek, hogy most már két gyereked van, mennyivel másabb így az élet? Igen, itt, ide a végére két olyan kérdést vettem, amit most még egy picit nehéz megválaszolnom. Még most Szabim van a férjem. Ö, és három nap múlva, mert most még jön egy hétvége, de hétfőn kezdődik a két gyerekkel egyedül című történet. Több felé kell figyelni több felé kell figyelni. Figyelni kell arra, hogy a, hogy a, a nagyobbik gyermekemet se hanyagoljam, és erre, erre, egyébként nagyon tudatosan készültünk Botival. Ez egy külön videó témája lehetne egyébként, hogy, 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 hogyan lehet megkönnyíteni ezt az egészet a, a de mindent bevetettünk. Tehát ajándékot hozottak is Naomi a Balázsnak, bevonjuk Balást a, 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 a fürdetésbe, mármint főleg így az előkészületekbe, hogy akkor hozd a popsikrémet, stb., és nagyon élvezi ezeket. Úgyhogy igazából így együtt töltjük az időt, amennyire lehet próbáljuk nem kizárni Balást abból, hogy hogy most, most, én a Naomi-t most én, tehát amennyire, amennyire lehetséges, én, én, én közelengedem őt, hogy nyugodtan jöjjön oda, piszi, nagyon szeret piszézni a naomi és akkor így az orukat összeérintik. Úgyhogy, úgyhogy egyszerűen meg, meg, megpróbáljuk, megpróbáljuk együtt megélni ezeket a, a napokat, így is, hogy a férjem ugye az elmúlt két hetet töltötte velünk, Ö, és akkor azt remélem, hogy, hogy majd valahogy ez működni fog ö, akkor is, amikor a férjem majd följár dolgozni, vagy bejár dolgozni, mert most ö, ugye home office -ol. Hát, hogy mennyivel másabb, igazából ez, hogy fejben is több felé kell lenni. Tehát azért fejben ugyanúgy kell arra figyelnem, hogy a, hogy a, hogy a, a, a balást nem csak fejben, igazából fizikailag is majd hétfőtől, figyelnem kell arra, hogy, hogy, hogy a Balázs napi rendjét is amennyire lehet azért úgy tartsuk. Hála Istennek az éjszakákat átalussz a Balázs, tehát most már elég ritka az, hogy, hogy valami rossz álom, vagy valami miatt fölébred. Úgyhogy ez, az éjszaka az annyira nem más, mint egy gyerekkel. Napközben az, 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 az fárasztóbb és nagyobb a, a nyüzsgés. Naomi sem olyan nyugalomban és csöndben alszik, így napközben legalábbis, mint, mint Balázs, annó, hogy így figyeltünk, hogy maradjunk csöndben, mert alszik a baba, hát most már ez ugye nem ilyen, de, de miatt is sokan arról számolnak be, hogy a második gyerek az már igazából sokkal alkalmazkodóbb, mert hogy megszokja, hogy, hogy jövésmenés van mellette, akkor is, ha ő éppen alszik. Úgyhogy... Igen. Nagyobb gyermek mellett hogy lehet összeegyeztetni az életet úgy, hogy pici baba van? Az egyik után szaladni kéne, a másik mellett meg nyugi egész nap szoptatás. Ezt hogyan lehet kivitelezni? Például, hogy altatod a nagyot, ha picit is kell, vagy fordítva a házi munka, meg persze még nehezebb lehet? Hát igen, azért is tettem egymás mellé a két kérdés, mert nagyjából ugyanarra vonatkozik. Az altatást azt nem tudom, hogy milyen lesz két gyerek mellett, bár mondom. Többségében, hogyha éppen valami nem borítja meg nagyon a kisfiamat, akkor nap napközben nap is, délután most már sokkal könnyebben elalszik egyedül, és este is igazából. Tehát a, a szokásos esti rutint azt, azt megcsináljuk vele, és az esti rutint azt most így a konkrétan, a, hogy bemegy Balázsal a szobába a, a férjem, az, az tényleg most már így a, a apa szoktat, vagy hát a férjem szoktat csinálni, és és ő az, aki ott a kis tejitalt adja neki, meg, meg, meg jó itt puszi, meg minden. Tőlem is kap jó itt csak még idekint. Tehát akkor a férjem itt van, a délutáni, ugye ő most már csak egyszer alszik, a délutáni altatás az, az gyakorlatilag csak, hogy így bemegyek, betakargatom, megdomálom, hogy én is lepihenek és kijövök. És és igazából, hát néha van, ha valami megborítja, hogy ez nem működik. De azért az esetek többségében elég jól elalszik így egyedül. Úgyhogy én azt tudnám esetleg tanácsolni, hogyha tanácsra van szükséged, és nem csak az, hogy nálunk hogy van, vagy nem csak a véleményemre vagy kíváncsi, hogy, hogy, hogy szerintem érdemes a nagyobbikat mondom, vagy nem tudom, hogy ebben, talán nem ebben a videóban, hanem az előző kérdezfelelekben válaszoltam az altatásos kérdésre nagyon finom módszerekkel, tehát én nem, nem, nem valami kemény alvástréninget javasolnék, semmi esetre sem, meg, meg a sírva hagyást semmi esetre sem, de hogy, hogy szerintem az, azzal nagyon-nagyon sokat nyer egy édesanyja, hogyha megtanul egyedül elaludni a, a gyerkőc, a nagyobbik gyerkőc legalábbis, és, és akkor, akkor, akkor nem kell egyszerre két helyen lenni teljes koncentrációval, Hát igen, ez, hogy szoptatás, a másik után szaladni kéne, na, ettől tartok a legjobban, tehát ezt nem látom, hogy ez, ez, ez hogy fog működni, mert most is az van, hogy itt van a férjem, ugye, és én szoptatok, és, és a, hát igen, vannak esetek, hogy a szaladni kéne a Balázs után, és ugye én nem tudok, tehát ezt, ezt a részét, ezt nem tudom, erről majd esetleg utólag beszámolok. Házi munka... Mm, szintén az előző részében ennek a kérdezfeleleknek volt kérdés ez a főzés dolog, és nekem az a gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy, hogy, a, hogy az anyának végig kell gondolnia azt, hogy, hogy mi az, amit esetleg le tud adni. Nem feltétlen hosszú távon, nem feltétlen hónapokra, de mondjuk a gyermekágyas időszakban, vagy amíg arra a döntésre nem jut, vagy arra a, az érzésre nem jut, hogy valami könnyebb lett, és vissza tud venni terheket, mi az, amit le tud adni. Ha a főzés az, az, az olyasmi, amit ki tud adni egy anya a kezéből, akkor nekem, azért mondom ezt, mert nekem személy szerint pont a főzés ilyen, hogy, hogy nekem nagyon-nagyon nagy könnyebbség az, hogy most így az elmúlt két hétben, így a gyermekágyban így rendeltük az ételt, nekem ez nagyon nagy könnyebbség, olyan tekintetben is, hogy egyszerűen öm, napi fél óra, 40 perccel kevesebbet kell rámolni a konyhában, mert ugye nem kell annyit mosogatni. Úgyhogy már akár csak ilyen szempontból is, de nyilván a főzés, főzési idő szempontjából is. Én, én nem látok abban sem semmi kivetni valót, hogyha valakinek mondjuk annyira nagy alakása, vagy, vagy nem tudom, hogy ő azt mondja, hogy hogy ő, neki segítség, hogyha egy-két hetente jön valaki és, és kitakarít. Nálunk ez egyébként nincs így, de, de, de akár ezt is el tudom képzelni, hogy, hogy valaki, valaki erre a döntésre jut, vagy hogyha a kertet nincs ideje gazolni, rendben tartani, akkor egy kertészt hívni, tehát ami, ami a családnak belefér, én azt gondolom, hogy nem ciki segítséget kérni, semmilyen fronton, nagyon-nagyon különböző az, hogy ki mennyi segítséget kap akár családtól, tehát ő a, gyermek, a nagyobbik gyermek tekintetében gyermekfelügyeletre, vagy, vagy segítségre. Ugye az is nagy különbség, hogy, hogy valahol bölcsibe jár, a, a, vagy, vagy óvodába jár a, nagyobbik tesó, úgymond, tehát annyira egyedi élethelyzetek vannak, hogy szerintem be kell vetni mindent, ami, ami, ami könnyít az, az, anyának a terhelyén, annak érdekében, hogy minél inkább jelen tudjon lenni a, a, a az életében, hogyha tényleg ő ezt így, így, igényli, vagy, vagy szívesen kiadja akár a házi munkát a kezéből, ha pedig nem tudja, mert vagy anyagilag, vagy valami miatt nem engedhetik meg maguknak a, a szülők, hogy, hogy, mondjuk a, nem tudom, takarítónőt fogadjanak, vagy bármi, akkor meg azt gondolom, hogy hogy meg kell próbálni elengedni dolgokat. Tehát így tudatosan. Egyébként ez baromi nehéz, mert én például nekem nagyon-nagyon nagy igényem van a rendre és a tisztaságra, és, 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 amennyire kapacitásom engedi, meg is próbálom fenntartani a rendet a lakásban, de például, hogyha a végkimerülés szintjén lennék, akkor biztos, hogy, hogy, hogy ez lenne ez a dolog, amit elengedek, és inkább azt mondom, hogy jó, akkor most lehetőleg ne fogadjunk látogatókat egy pár hétig, és akkor nem érzem annyira cikinek azt, amiben élünk, lehet, hogy ezt mondanám, de, de én ezt, ezt tudnám esetleg tanácsolni, hogy gondold végig, hogy mi az, amit le tudsz adni a, a, terhekből. Én, 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 nagyon bátorítok mindenkit arra, hogy, hogyha van segítség alapvetően, tehát nagyszülői segítség, fölajánlják, akkor, akkor szerintem nyugodtan éljünk ezekkel a lehetőségekkel, vagy szerintem az a gyereknek is tök jó, hogy mondjuk heti egy délutánt mással tölt, és nem csak az anyával. Én egyébként saját magamon is észrevettem, hogy hogy Balázs mikor egy, egy napot így a nagyszülőknél tölt, mert mondjuk délelőtt elviszik, késő délután hazahozzák, akkor egyrészt neki is tök jó kedve van, és nekem ezt tök jó látnom, hogy hogy mennyire jól érzi magát. Másrészt én is annyival kiegyensúlyozottabb, jobb kedvű vagyok, hogyha volt pár órám, amit, hát egyedül töltettem, vagy így most majd, hogy csak egy gyerekkel töltök, hogy, hogy, én azt gondolom, hogy nagyon fontos figyelni az anyának a, hát mind a mentális, mind a fizikai egészségére, annak érdekében, hogy hosszú távon fenntartható legyen az az állapot, amiben így, így, így családként éltek, vagy élünk mi. Elég régóta ragozom ugyanazt, és egy kicsit el is fáradtam ennek a videóban a felvételében, ennek a videónak a felvételében. Úgyhogy ez volt az utolsó kérdés, és pont lemerült a laptop. Úgyhogy minden nagyon azért kiállt, hogy lezárjam ezt a videót, valószínűleg baromi hosszú lett. Nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy megnéztétek, köszönöm a kérdéseket is, nagyon szuper kérdéseket küldtetek. Vannak kérdések, amik nem kifejezetten a a várandósággal, vagy szüléssel, vagy gyermekvállalással kapcsolatban érkeztek, de most érkeztek, úgyhogy arra gondoltam, hogy abból fogok készíteni egy ilyen egyéb témájú kérdezfelelek videót, mert azok a kérdések is tök jók, de azok nem ebbe a videóba kerültek bele, hanem majd valamikor máskor kerülnek megválaszolásra. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, legyen nagyon szép hetetek, hétvégétek, sziasztok!